Hazánkban a közlekedésrendészeti törvények nem írják elő, hogy az évszakok váltakozása közben le legyenek cserélve a gumiabroncsok a járműveken. Magyarországon a jogszabály nem írja elő azt, hogy őszi-téli gumigarnitúrát kell fenntartani, és adott évszakváltáskor a kerekeket, illetve a gumikat le kell cserélni. Tehát gyakorlatilag ez semmilyen kötelezettséget nem ír elő a közlekedők részére, azonban közlekedésbiztonsági szempontból hatalmas a jelentősége. Az időjárás és a hőmérséklet változásával a gumiknak változnak a tapadási tényezői, tehát egy nyári guminak teljesen más az összetétele, mint egy téli guminak, ahogy ezt a Forma 1-ben is lehet hallani, hogy a gumi összetételtől függően változnak a tapadási tényezők. Tehát a hideg idő beálltával a nyári gumiknak a tapadási tényezői nagyban romlanak. Ezért is szükséges és ajánlott, ha valakinek van lehetősége, cserélje le a gumigarnitúráját gépjárművén. A sofőrünk nagy része tapasztalatból tudja, hogy télen, amikor esett a hó, havas, ónos eső, meglehetősen csúszósá válhatnak az utak. Sokat beszélnek ugye a téli gumikról. Azt mondják, hogy ha a napi átlag hőmérséklet nem haladja meg már a 7 fokot, akkor érdemes a nyári gumikat téli gumira váltani. Természetesen nem csak a téli nyári gumiról kell szót ejtenünk itt a tél közelettével, hanem szót kell ejtenünk arról is, hogy ezek az abroncsok, amelyek a gépjárműveken vannak, kopnak bizonyos fokban. Itt szeretném akkor elmondani azt, hogy 75 cm kerék átmérő alatt a profilmélység 1,6 mm alatt nem megfelelő, 75 cm kerék átmérő fölött pedig 3 mm az az érték, ami már nem megfelelő. Tehát 3 mm-nél kisebb a profilmélység, akkor már nem megfelelő a gépkocsin a guminak az állapota. Abban az esetben, ha egy ellenőrzés során a gumiabroncsoknak az állapota nem éri el a megfelelő profilmélységet, forgalmi engedély elvétel és szabálysértési eljárás kezdeményezését vonja maga után.